Üdv prepperek! Ma ezt a hihetetlen innovatív Easebean M2X típusú lámpát fogjuk megnézni, letesztelni és kipróbáljuk az EDC funkcióit előjáróba. Ez egy prémium lámpa fekete öveseknek. Srácok, ezt nézzétek meg, milyen prémium csomagolásban érkezik. Tehát ez csomagolás. Tehát ez egy prémium lámpához illő csomagolás. Ugye mindjárt feltűnik a csomagoláson, hogy 5 év garanciát adnak az akkumulátorra is, nem csak a lámpára. Ami azért nem olyan rossz. Ugye ezen az oldalán láthatjuk, hogy őt a melegfehér leddel látták el, ami 6500 kelvines és 3200 lumen. Ugye van még a hidegfehér fény, ami 2000 lumenes. Ugye itt látható, hogy milyen felhasználásra ajánlják. Igazából ráírhatták volna nagybetűvel, hogy EDC, mert simán megállja a helyét, legalábbis ami videókat láttam. Na nézzük meg, hogy mi van a csomagolásunkban. Ugye ezt korábban már megkuksoltam, itt vannak hozzá a tartozékok, nézzük meg, hogy mik vannak hozzá. Ugye van egy rendkívül jó minőségű, állítható horci. Aztán kapunk hozzá egy rövid USB-C-USB-A kábelt, illetve kapunk hozzá megszokott módon 2 darab tömítőgyűrűt. Na, vegyük ki a lámpát, de még mielőtt a lámpát megnéznénk, előtte még kivesszük a használati utasítást, mert hogy azt ide elrejtették az aljába, rafinált módon, de itt van benne minden, ilyen kedvezménykódkártya, többféle nyelvű, többféle nyelven, és szépen ide le van írva a specifikációja. Ugye turbófényen maga az eszközünk 3200 lumen tud, magas fokozaton 1200 lument, félfokozaton 500 lument, a félnél egy kicsivel kisebb fokozaton 200 lument, és van az 5 lumenes, illetve van a holdfény fokozat. Na de nézzük meg, hogy hányféle fényt tud magából kibocsájtani, ugyanis nem titok, hogy ez egy nagyon sok rétű lámpa. Tehát ha megnézitek, ő egyébként így néz ki. Tehát van egy övklipszünk, jó erős. Van kontroll lámpánk, hogy éppen milyen funkció működik. Van itt hátul egy taktikai gombunk, illetve oldalt egy módváltó gombunk, és itt van elől a optika, nézzétek meg. Ugye, és mindjárt feltűnhet, hogy van egy tier lencsénk, illetve van egy, hát egy ilyen nagyítós optikánk, amivel igazán komoly távolságba spotfényt tudunk kivetni az eszközből. És ezzel a spotfénnyel, itt látható, 500 méterre el tudunk világítani. Azért ez szép teljesítmény, és 1 óra 50 percen keresztül a height fokozatban, ami egyébként 900 lumen. Tehát 500 méter, a tier lencsével pedig a legmagasabb fokozatban 178 méterre tudunk. Na de nézzük meg, hogy milyen akkumulátor van az eszközben. Az akkumulátor fedelét itt hátul kell megbontani. Ugye ehhez adták magát a szigetelést, a tömítőgyűrűt, amit időnként a menet miatt is érdemes megszilikonozni. És itt helyezkedik el 3100 mAh-s, ő egyébként egy 18650-es akkumulátor. És ebben az akkumulátorban helyezkedik el a tölthető USB-C csatlakozó. Maga az eszköz nem kapott USB-C csatlakozót, így az eszközzel nem lehet tölteni magát a cellát, viszont ezáltal sokkal inkább bízhatlanabb az eszközünk. Nézzük meg, hogy vannak a funkciók. Mint látjátok, az akkumulátorunk töltöttsége az megfelelő, és most jelenleg a spot fény, tehát a legutóbb elmentett fénnyel fog világítani az eszköz.
és ezzel a módváltó gombbal tudjuk váltani, ugye most mutatja, hogy a derítőfényünket használja, és most ugye ez a TR lencse működik, ezt egyébként majd meg fogom mutatni éjszakai környezetbe, de most először megmutatom nektek, hogy milyen funkciókkal látták el magát az eszközt. Ugye amikor kikapcsoljuk, természetesen a legutolsó mentés, a legutolsó fokozattal működik. A spotfényünknek nincs több fokozata, annak egyféle fokozata van, de a derítőfényünk az fokozatban állítható, és azt pedig hátul kell állítani a taktikai gombbal. Természetesen amelyik módot kikapcsoljuk, azon fog újra visszakapcsolni. Ezzel a módválasztó gombbal, ami az oldalán van, tudjuk ugye változtatni, hogy derítőfény vagy reflektor, tehát hogy távoli fény. Ha kétszer megnyomjuk, akkor viszont mind a kettőt bekapcsolja, tehát ilyenkor, nézzétek meg, szinte nappali fények vannak, de hát kisüti az asztalt. Kisüti az asztalt. Ha pedig háromszor nyomjuk meg, akkor pedig stroboszkópban mind a két fényt használja. Aztán van egy olyan funkciónk, ha hosszan nyomjuk meg ezt a gombot, akkor az RGB ledet fogjuk aktiválni, és ilyenkor színes fénnyel fog világítani, de ez már nem annyira intenzív, nem olyan erős fény, viszont különböző színeket tudunk, attól függ, hogy hányszor nyomjuk meg, hosszan nyomjuk, akkor változtatja a színt, most be a kék, tehát szépen RGB színekben pompázik. Na de nézzük meg, hogy világít este. Nos, hát kapcsoljuk be a lámpánkat. Ez az egyes fokozat. Azért ezzel az egyes fokozattal is már egész szépen látni. Ez bőven elég igazából, hogy a lábunk előtt lássuk, hogy merre megyünk. Nézzük meg a kettes fokozatot. Ugye ezt hosszan kell nyomva tartani a taktikai gombot. Esett tegnap az eső, nem is kicsit, csupa víz a zavar. Menjünk itt ki az erdészeti útra. Tehát ő a kettes fokozat. Ez a hármas fokozat, és ez pedig a négyes fokozatunk, terítőfény. Na és most váltsunk át távolsági fényre. Reflektorra. Azért elég szépen bevilágít mindenhova. És mi van akkor, ha azt mondom neki, hogy mind a két fényt kérem, kétszer nyomjuk meg a mód gombot, akkor mind a taktikai, mind a távolsági fényünk világít, tehát ilyenkor szépen terít, és távolra is ellátunk vele. Baromi jó a kilépő fénye, tehát szinte egészen a lábfejemet megvilágítja. Hát látjátok? Hát egész jó. És ezzel a terítő fénnyel is egész messzire elvilágít.
De ha még átkapcsolnám ugye a távolsági tényre, ezzel meg aztán pláne. Tehát ezzel, mint egy lézerkard. 126, 127, 28, 29, 30, 131, 132, 133. Srácok, fönt vagyok. Ezért megérte. Akkor most a turbófokozattal világítunk, ami, hát azt kell mondjam, szépen világít. Ez pedig a keresőfény. Hát ez egy sugárnyalábot nyom. Elég jól bevilágít mindenhova. Körülbelül az 500 métert az hozza is. És most nézzük meg együtt a terítőfénnyel. Nagyon jó. Most srácok, láthattátok, hogy éjszaka is azért elegendő fényt ad, közelre és messzire is. Összegezve, én egy jó lámpának tartom, bár egy kicsit LDC lámpának nehéz. Tehát én inkább titániumból tudnám elképzelni, mert azért egy 18650-es akkumulátorcella van benne, de ahhoz ez egy kicsit olyan nehézkes. Viszont kompakt a mérete, tehát könnyen elrakható, akár övre is, nem kényelmetlen, mert nem túl hosszú. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó választás lehet az LDC csomagban. Be fogom rakni a elérési linkjét a leírásba, úgyhogy majd nézzetek rá. Én szerintem elég prémium márka az Easebean, tehát jó minőségű taktikai rendvédelmi szerveknek gyárt, ugyanúgy, mint a Nextorch, tehát hogy ajánlom figyelmetekbe, mert tényleg egy jó kis eszköz. Na, ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy támogassatok egy lájkkal. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor léci, nézz körbe a csatornámon, és ha tetszik a tartalom, akkor iratkozz föl, és a kis csengőt se felejtsd el megnyomni, így értesítést kapsz a újabb és újabb videókról. Most pedig én megyek tovább a kék túra 17-es szakaszán, Börzsöny csúcskísérlet, reggel 6 óra van, úgyhogy most még jó hűvösbe indultam neki, úgyhogy hajrá, hajrá, kitartás mindenkinek, szervusztok!